és a Tücsök Laj majdnem teljes tábja. Sziasztok gyerekek, köszöntelek titeket a műsorban. Köszöntöm a hallgatókat, szia! Szerintem. Meg hát a nézőket is. Megszoktuk a rádiót. Ja, igen. És hát elegesnek olyan videoklipeteket hoztátok el nekünk, ami azt a címet kapta, hogy sok a lépés. Így van. Így van, egy videoklip is készült hozzá. Hát ez az újabb gyöngyszemünk most. Nagyon kreatív vagyok, és sokdalán foglalkozok otthon, és mindenféle eszembe jut régi dolgok, ez párkapcsolatról szól. Aha. Nézzük meg először a videoklipet, aztán utána kibeszéljük. Szuper. Twister, kinevet a végén, Rubik kocka. Ez egy nagyon aranyos kis, de ne vegyetek rossz, mint egy gyermek dead videóklip, mármint a képi világában. Nagyon színeset akartunk mindenképp, meg nem azt szerettem, hogyha már párkapcsolatról szól, hogy tányérok repüljenek, vagy poharak, csörömpöljenek, meg ilyen képi világ legyen, hanem akartuk filmen. Honnan jött egyébként az ötlet, hogy most így valahogy a Rubik kockát kiemeljétek? Meg gondolom nem véletlen. Leültünk ötletelni a Welzenbach Tomival, aki a rendezőnk volt. Aha. És az volt az alapkoncepció, hogy valami mókás formában adjuk vissza azt, ahogy egy párkapcsolatban is mennek ezek az ilyen játszmák, húzavonák, hogy olyan humoros, színes legyen, és akkor elkezdtük bedobni ezeket a játékokat, hogy kinevet a végén, meg Twister, meg újra Twister, az nagyon tetszett nekünk, hogy akkor lehet ráadásul mászni egymáson.
És aztán jött a Rubik kocka, a Rubik kocka is legyen persze. Pont olyan, a pár kockával. És akkor egy pár nappal később kiderült, hogy jé, amúgy Rubik évforduló van. Ugye, pont olyan. Azt a mindegy. De akkor ezt nem tudtátok gyakorlatilag. Nem erre építettük fel a klipet. Gyakorlatilag egyébként akkor ezt így szeretetek volna, hogy ez valamilyen szinte egy ilyen image videoklip legyen, tehát olyan különösebb sztória nincsen, bár látunk párokat, akik húzavonáznak, de nem úgy, nem játszanak, de hát akkor ez volt az eredeti koncepció, nem is akartátok, hogy ilyen története legyen ilyen nagyobb hosszá, hanem ilyen egyszerű. Szerettem volna, nekem volt elég sok történetem, anyámékat is láttam, úgyhogy vitatkoznak, feszekednek sok éven keresztül, magamat is látom minden évben, ahogy veszekszem a csajokkal, most már csak egy van, 33 leszek idén, gyerekünk lesz, ott is vannak vitatkozások, veszekedések, de majd csitul, hogy jön a gyerek, az 5-6 év, kemény szép év lesz, ami majd elültetik, bemutatja, hátradulás, nem. Hát azért bízunk benne, hogy ez így néz ki, bár nem biztos. Honnan jött egyébként az az ötlet, hogy a dalszöveg is, tehát hogy most ez miért pont ezt a dalt zenésítettétek meg? Éppen ez következett soron, és pont ezen dolgoztam, január-február környékén. A műségpanasz az hamarabb volt, mindig az éppen aktuálisabb foglalkozónk, ez erre került most sor. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig, akár a szakmától, vagy a közönségtől? Szerintem menő. Kit érdekelt? Nem, hát a szakmát mi nem kérdeztük körbe, hogy Jóska, hogy nem tudom, én a haverok azért biztos vannak a szakmám mellett. Ja, persze. Mindenkinek nagyon tetszik. Az volt a kérdés, hogy ez most mennyiben váltás a zenekarnál, hogy most ez egy ilyen elég könnyed, ilyen funkos, hip-hopos, mit tudom, hogy milyen nóta. És igen, hát most egy nagy váltás volt a zenekarnál, a legutóbbi nagy lemezünknél, a Lady Maga címűnél, és egy ilyen elég egységes soul, funk, hip-hop vonalon mozgunk most. Ez pont egy könnyedebb része a dolognak. És ezt így a hallgatóság, a nézőkülönbség, ez könnyen vesz, hogy ti most egy icipicikét más stílusban neveztek? Ezek eddig is megvoltak szerintem, csak volt mellette még egy csomó más, hogy volt egy kis jazzeskedés, meg volt egy kis népieskedés, és gondoltuk, hogy ezt már csináltuk eleget, van belőle három nagy lemez, és akkor most erre leszűkítettük, és egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon jól veszi a közönség, mi meg fantasztikusan boldogok vagyunk a színpadon. Na, remélem, hogy ez így is fog maradni. Igen. Egyébként mi a legjellemzőbb mostanában a zenekarban? Ugye mondtad azt, hogy most a számok írása csak, és hogy folyamatosan pörögjön. Ezzel töltenek az időmet, ha próba van, akkor arra megyek meg hétvégén koncertezni, de hogy minden nap valamit pufuzgatok a dalokon, vagy újat írok, egy refrént akár, ha nem megy, akkor olvasok. Most érdekel ez az új vonal, hogyha már váltást történt a zenekarban, új dobos, meg új zongorista, oké, már egy másfél éve, de azóta ezen a funk, soul, hip-hop vonalon vagyunk. Többet foglalkozom a dalokkal, máshogy írok így, 33 évesen, és jobban érdekel, hogy mit mondok, vagy mit fognak hallani, hogyha elkészül a dal, miről szól, mint hogy csak nem azt mondom, hogy azt csináltam, hogy csak rímekről szólt a dalok, hanem volt mindenféle, meg képeket vetítette, nem most se annyira olyan mesés, hogy volt egyszer, hol nem volt, és akkor végén happy end van, vagy bármi, hanem többnyire magamról írok, és gondolom, hogy megtalálják sokan magukat ezekbe a sorokba. Hát úgy néz ki, hogy igen egyébként, és remélem sokáig is fog maradni. Úgyhogy most beléptünk, hál' Istennek, már a nyárba, bár az idő még itt ott azért nem annyira nyári, de hogy ti hogyan készültök a nyárra? Gondolom a lehető legnagyobb fesztiválokon ott lesztek, sokat koncerteztek, vagy inkább nem, és akkor most inkább ez a zenéket, számokat írunk, albumot szeretnénk kihozni, stílusa inkább, ami rátok jellemző. Ezek szerencsére nem zárják ki egymást, úgyhogy ott leszünk a nagy fesztiválokon, már nagyon szép a naptárunk, gyönyörködünk benne, de ugyanakkor nem csak azért próbálunk, hogy ezek a koncertek flottul menjenek, hanem azért is, hogy a dalokkal is haladjunk, most is még két új dalon dolgozunk, amik majd ősszel fognak kijönni, aztán másik télen,
Úgyhogy próbálunk mindig egy kicsit előre agyalni, és közben meg ez az év legjobb időszaka egy zenekarnak, mert egy fesztiválról a másikra fogunk menni. Persze mindenhol a buli hangulat, gondolom azért nem unatkoztok, és nem is szomjaztok annyira nagyon. Videóklip mikor lesz legközelebb? Most egyelőre még ennek lesz a hivatalos premierje, egy remek óbudai szabadtéri szórakozó helyen, amelyet nem nevezünk meg, de június 7-én szombaton. És aztán utána a következő megjelenéshez megint lesz videóklip, és az lesz valamikor szerintem szeptemberben. Tehát a szavaitokban egyébként úgy veszünk, hogy ez egy eléggé termékeny évnek szánjátok egyébként. Már most így a felénél vagyunk, de hát, hogy azért mégis. Én régebben úgy írtam dalokat, hogy elkészítettem egy 10-12 dalszöveget, és azokat meghangszerelték a srácok. Próbateremben együtt összeraktuk, és akkor lemez lett belőle. Most azt látjuk jónak, hogy folyamatosan írni új dalokat is. De ezek nem mennek a dalok rovására, ugye? Nem. Hmm. És így, hogyha egy dal megíródik, annak azt fölvesszük, meg készítünk klipet hozzá, és megmutatjuk, és akkor egyik dal se kerül a sűrjesztőbe, vagy nem tudom, mindegyik meg van mutatva, és később, hogyha lesz 7-8, akkor kerül lemezre. Így szerintem így sokkal jobb, meg jobb érzés dolgozni. Persze. Fellépés hol lesz majd legközelebb? Hol lehet titeket látni majd? Pont június 7-én, amit az imént említettünk. Aztán utána azt hiszem Orfűn leszünk legközelebb, Fishingen, aztán Volt Fesztivál, és közben még egy csomó kisebb fesztivál is. Úgyhogy sok lépés áll előttetek. Így van, de profi. Srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.